Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a felvétel. Február 23-án jelenik meg. Ezen a napon a hold eléri a Makha holdházat. Ez egy különleges holdház, hiszen e felett, a holdház felett Regulus csillag uralkodik. És Regulus az a királyoknak, az uralkodóknak a csillaga. Tulajdonképpen Regulus szimbolizálja az oroszlánnak a szívét. És itt szívügyekről van szó, vagy a szerelemről, vagy a szeretetről, vagy mindarról, amit kedvelsz. Ebbe az irányba kellene jelenleg tekinteni. Ezen a napon, február 23-án Szaturnusz bolygó és Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban áll, a szomszédos jegyben. Ez olyan, mint a közelség, a bizalom, mint jó szomszédoknál, ez kihat a párkapcsolatra, hiszen itt stabilizálódik valami. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata. Itt látható a sárkány. Ez jelenti az ő reakcióját, hiszen mások támadják őt, és nem tud most elmenekülni ebből a helyzetből, hanem ki kell mutatnia a bátorságát, kimondani a véleményét. Itt láthatóak az érmék, ez utalhat az anyagi helyzetre, lehet, hogy ott vannak viták, vagy jelentheti a munkahelyét is, munkahelyi problémák. Ami a párkapcsolatot illeti, itt az érmék jelentik a megbecsülést, vagy a föld elemét, hogy itt reális dolgokról van szó, de még vannak nehézségek, még vannak kihívások, amit nekik kell megoldani. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható, hogy odafigyel az érmére, tehát ügyel az anyagiakra. Ez az arany érem jelentheti a munkahelyet is, és a kép utalhat egy munkahelyi változásra, mert a munkahelyen vannak kihívások, nehézségek, támadások, nem kapja meg az elismerést, lehet, hogy ő tervez egy munkahelyi változást. Itt láthatóak a kelyhek, utalnak az érzelmekre, de itt ez a hölgy jelenik meg, tehát jelenti a hölgyeket, és az ő érzése, hogy te most lezársz valamit a múltból, hiszen a kép jelenti a gyógyító erőt, egy új irányt, mert elhagyod a könnyek mezejét. Vagy ő szeretné azt, ha valamit lezárnál a múltból, ami eddig megbántott téged. Mit fog tenni? Itt ez a kép jelenti a biztonság érzetét, de te fogva érzed magadat egy bizonyos helyzetben. Van egy szűkös helyzet, és ő közeledik hozzád, ő szeretne segíteni neked, hogy kilépj ebből a helyzetből, hiszen ez a kártya jelenti a felszabadulás érzetét. Itt is látható a közeledés. Érdekes ez a kép, hogy a hölgy magasabb, mint a férfi.
de a korona az mégis a férfit jelenti. És így lesz egyensúly kettőtök között. Bizonyos helyzetekben te, mint hölgy, erősebb vagy, más helyzetekben ő viseli a koronát. Itt a két kehely utal az érzelmeitekre, itt van vonzalom, közeledés. És mi fűz össze benneteket, erre utal a magyar kártya itt középen, amit a férjem készített. Megnézzük, hogy mi látható itt. Itt látható a S betű. Most elgondolkodhatsz azon, hogy kinek a neve kezdődik ezzel a betűvel, vagy melyik város, vagy melyik fogalom. Ez lehet például Sarolta, vagy Sándor, egy helység, például Sárvár, vagy egy fogalom, segítség. És ez a betű itt középen látható, ahogy régen írták a rovás írásban, ennek van egy szimbolikus jelentése, számomra úgy tűnik, mint egy sátor, az is S betűvel kezdődik, és ez megóv téged, vagy utalhat az otthonodra. A germánoknál vannak az úgynevezett rúnák, és azok hasonlók ehhez a rovás íráshoz. Itt látható ez a rúna, ez nem ugyanaz, mint a rovás írás, de ha megfordítom, akkor mégiscsak van hasonlóság. És ez a rúna jelenti a tűz energiáját, két irányt. Az egyik tűz, az eléget valamit, rombol valamit, a másik pedig jelenti a lelkesedést, hogy itt ki lehet valamit építeni, valamit lezárni a múltból, és lesz egy új kezdet. Vagy figyelj oda, hogy melyik irányba tekintesz, hogy optimista vagy, vagy pessimista. Én ma kaptam meg ezt a táró csomagot, ebben volt ez a kártya, nagyon aranyosak a képek, nekem nagyon tetszik, és itt is az érmékről van szó, az anyagiakról, a munkahelyről, az értékekről, a belső értékekről, a megbecsülésről is, azon kívül jelentik a föld elemét, ahol ki lehet építeni valamit. Itt ez a ház olyan, mint a Jancsi és Juliskában a boszorkánynak a háza. Itt vagy arról van szó, hogy van nehézség a környezetedben, vagy van egy bosszi a környezetedben, légy óvatos, figyelj oda ezekre a dolgokra, ki milyen szándékokkal közeledik hozzád. De ez nem biztos, hogy a mézes kalács ház, hanem azt is jelentheti, hogy ez a te otthonod, és itt kidíszítesz valamit. Hasonlóan, mint ehhez a rúnához, attól függ, hogy melyik irányba tekintesz, hogy látod a dolgokat, hogy számodra ez a boszorkányháza, vagy ez a te szép otthonod. Figyelj oda arra is, hogy milyen irányba tekintesz, mi az elképzelésed, hogy látod a dolgokat, és hogyan szeretnél változtatni valamit a jövőn. Te hogy látod a képeket, leírhatod a kommentárba, meg a véleményedet is, és annak is örülnék, ha jelentkeznél a csatornámra, vagy ha tetszett a videó, ha lájkolnád, meglátogathatsz a Facebook oldalon Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárból. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!